Üdvözlöm nézőinket, Önök a Vendégségben című műsorunkat látják. Mai vendégem Bece Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Itt vagyunk az Ön irodájában, nagyon szép a környezet. Önnek fontos a rend és a tiszta, szép környezet? Üdvözlöm én is a nézőket. Igen, fontos. Törekszünk is arra, hogy a munkakörnyezet is egy rendezett, kulturált hely legyen, abból adódóan is, hiszen mind magam, illetve a munkatársak is, vagy a dolgozó emberek azért a napnak a 24 órájában 8 órát a munkahelyükön töltenek el, így mondható, hogy az életük egy harmadát gyakorlatilag a munkahelyükön élik meg, töltik el. Ebből kifolyólag nagyon fontos az, hogy rendezett, tiszta és kulturált legyen. Így az Ön személyiségére gondoltam, hogy erről beszélhetnénk, hiszen a háta mögött egy festmény található, illetve több kép is van a falon, növények is vannak, és rend van az asztalán, ez fontos, gondolom, egy mérnökség vezetőjének. Igen, fontos, abból kifolyólag, hogy egy kicsit én rendmániás is vagyok. Nyilván egy környezet, illetve egy iroda meghatározásánál azért elsődleges a munka, hiszen dolgozni járunk be. Abból kifolyólag, hogy mi arra is helyezzük a hangsúlyt leginkább, hogy teljesítmény alapján tudjunk dolgozni, minél jobban, minél eredményesebben végezzük el a napi feladatainkat, hiszen ha valahol csúszunk, ugye mi útüzemeltetéssel és fenntartással foglalkozunk, ha valahol csúszunk, onnantól nyilván a munkánk, illetve a közlekedők is a kárát láthatják. Hány órát dolgozik egy nap? Hát változó, úgy fogalmaznék, hogy a 7 és a 10-12 óra között dolgozok. Az én munkaköröm az nem időhöz kötött, tehát kötetlen munkakörbe vagyunk. Téli időben, amikor téli elhárítást végzünk, sokszor van, amikor hajnali 2-3-kor ébresztenek, riasztanak, menni kell. Olyan időjárási körülmények vannak. Nyilván nyáron ez nem időjárás függő munkakör, de nyáron pedig a burkolatjavítás, az üzemeltetési feladatok ellátása, az aszfaltozási munkák lépnek előtérbe. Ebből kifolyólag erre helyezzük ilyenkor a hangsúlyt, és ennek az időbeosztásnak kell élnünk, dolgoznunk. Igen, Ön egyébként tervezőként dolgozhat? Dolgozik? Nem rendelkezek tervező jogosultsággal. Az én végzettségem, én általános építőmérnök vagyok. Rendelkezem utas, statikus, hidász, vasutas jogosultságokkal, de jelenleg a munkakörömből adódóan nem végzek ilyen tevékenységet. Mi teszi ki a munka nagy részét? Szervezés, irányítás, különböző egyeztetések, ugyanakkor belefolyok a szakterületeknek a különböző napi feladataiba is, úgy mint az útüzemeltetés fenntartása, a forgalomtechnikai feladatokba, egyeztetésekbe. De talán a mostani időszakban a legtöbb időmet az útfelújítási projektek teszik ki, hiszen Tolna megye most egy olyan lehetőség előtt áll, és olyan feladataink vannak, hogy rendkívül mértékben megnövekedtek ezek a beruházások, felújítási munkák, és nyilván, mivel a megyének ez egy nagy lehetőség, hogy a megyei úthálózatot fel tudjuk újítani, nagy része határidőre elkészüljön, így többletenergia szükséges. Ha már érintettük a beruházást, mekkora összegből, mekkora szakaszon újulnak meg az utak Tolna megyében? Hát Tolna megye úthálózata az 1101 kilométer. Ebből jelentős a főúti hálózat, de körülbelül a kétharmadát a mellékúthálózat teszi ki. Fontos megjegyezni, hogy Tolna megyében két gyorsforgalmi út van, az M9-es, ami nyilván a mi üzemeltetésünk alatt van, illetve az M6-os, ami viszont jelenleg még koncesszióban van, a koncesszor üzemelteti. Ehhez kapcsolódik még, amit érdemes megjegyezni, és sokan összekeverik, hogy vannak helyi utak, illetve magánutak, önkormányzati utak. Ezek az önkormányzat tulajdonában is kezelésébe vannak, ugyanúgy, mint a magánutak, az pedig a magántulajdonok, KFT-k vagy helyi szervezetek üzemeltetik. Mi kizárólagosan az országos közutakat üzemeltetjük, úgy
nagyon egyszerű ezeket megkülönböztetni, hogy amelyik számjeggyel rendelkezik, a 6-os út, 56-os út, vagy az 5113-as, azok az országos közutak, azokat üzemeltetjük mi. Szóval most gőzerülve zajlik a munka, itt a háttérben a mérnökök ezerrel terveznek, vagy fontosan, hogy is csinál a magyar közút? Több rétű a feladat. A felújítási munkák négy csoportra bonthatók, ami jelenleg zajlik. Az egyik legfontosabb a Magyar Falu program. A Magyar Falu program az a 4, 5 és 6 számjegyű országos közutaknak a felújítását irányozza elő. Ebbe is két csomag van, az egyik az, ami pályázat alapján, közbeszerzés alapján kivitelezők, külső kivitelezők végeznek el, illetve a másik csomag, amit a Magyar Közút saját feladatába újít fel. A második csoport a terület és operatív program keretében megvalósuló útfelújítások. Ez is két csoportban van, hiszen az egyik csoport a megyei önkormányzat által a megye közigazgatási területén lévő országos közutaknak a felújítására szolgál, a másik pedig a megyei jogú városnak a közigazgatási területén lévő országos közutaknak a felújítására szolgál. A harmadik csoport az pedig a Közép-Dunamenti térség fejlesztési úthálózatáról szól, ez röviden úgy szoktuk emlegetni, hogy a Paks 2 útfelújítás. Ez gyakorlatilag a legjelentősebb, és ha összegekre térünk vissza, ezt teszi ki leghangsúlyosabban, ez már tavalyi évben elindult, 2020-ban, csak térre le kellett állni a téli üzem miatt, ami most idén újraindult. Ez körülbelül 30 milliárdot tesz ki, a másik két program az meg körülbelül 10 milliárdot tesz ki. A megye a saját feladattervi programunkkal, illetve a lokális aszfaltozási munkákkal összesen meghaladja a több mint 40 milliárdos útfelújítási programot. Hol zajlanak most munkálatok, illetve nyáron kell-e készülnünk fennakadásra? Kell, ez a közlekedőknek sajnos egy elég rossz hír, mert a megyében sok helyen lesz útfelújítás. Általában úgy szoktuk jellemezni az útfelújításokat, hogy az ország a megyei úthálózat hálózati elosztásában egyszerre körülbelül 70 és 100 kilométeren végzünk útfelújítást. Nyilván azért ez az elosztás, mert amikor az egyik útszakaszt befejezzük, abban a pillanatban már indul egy következő. Most jelenleg folyik a Dunaföldvár Bölcske Madocsa Dunakömlőd útfelújítása, a Paks Nagydorog Sárszentlőrinc, Dunaszentgyörgy Fattolna útfelújítása. Most a héten fejeződik be a Sió-Algárdi bekötőút, a belterületi szakasznak a felújítása, indulni fog a Szálka bekötőútnak a felújítása, ugyanakkor elindultak a Magyar Falu programba a Diósperénynek a felújítása, indulni fog a Szakcs, Kocsola-Szakcs út felújítása. Ezekhez annyit kell tudni a Magyar Falu programokhoz, hogy tavaly már elindultak, ezek hosszú útszakaszok. Egyik felét sikerült a tavalyi évben megcsinálni, idén folytatjuk és befejezzük a többi útszakaszt. És ami örömhír, nyilván a közlekedőknek egy kis bosszúság lesz, mert nem tudnak olyan egyszerűen közlekedni, hogy támogatási szerződések megérkeztek, így a Közép-Dunamenti térség fejlesztésbe várhatólag nyár közepén indul a többi útfelújítás is, ami gyakorlatilag magába foglalja a Bogyiszló-Tolna útfelújítást, a Tengelit-Szőlőhegy felújítást, Harc-Kölesd-Sárszentlőrinc útfelújítást, illetve átfogóan vagy területi elosztásban fogalmazhatunk úgy, hogy Paks 30 kilométeres körzetében minden út fel lesz újítva. Korábbi évekhez, illetve stratégiába, ami úgy számoltuk, hogy minden településtől kiindulva a településen belül, illetve a településeket összekötő szakaszok kerüljenek felújításra, így gyakorlatilag fogalmazhatunk úgy, hogy Szekszárd, Bátaszék, Báta,
azok a területek felújításra kerültek, jelenleg folyamatban van Bonyhád, Tevel, Kisvejke, ezeknek a térségeknek a felújítása, a Várai, a Nagymányoki részek felújításra kerültek, illetve ott még van egy-két szakasz, ami idén felújításra kerül, illetve megyünk a megyének az észak-északnyugati területeire is, ugyanúgy Szakcs, Tamási, Nagyszékely, illetve Magyarkeszi területeken is végezzük az útfelújításokat, és Pálfánál fog megindulni most még a Pálfa településnél a útfelújítás. Ez az év, ez teljesen kiteszi ezt a útfelújítást, véleményünk szerint át fog húzódni még a jövő év elejére is a mennyiségből adódóan. Csak a laikus számára tűnik úgy, hogy ez nagyon nagy projekt? Vagy emlékszik-e arra, hogy ilyen nagy útfelújítás zajlott volna megyében, amióta mérnökként, illetve vezetőként dolgozik? Útfelújításra nem emlékszem, hogy ekkora volumen volt. Nyilván útépítésre emlékszünk, hiszen az M6-os, M9-es út az épültek, de vannak olyan útjaink sajnos, ami 30 éve nem nyúltak hozzá, tehát időszerű volt. Köszönhető is ez most az országgyűlési képviselő uraknak, illetve a kormányzatnak, hogy ezt lehetővé teszik, hiszen valójában a megyei úthálózatnak a 80%-a, 70 és 80%-a megújításra kerül, felújításra kerül. Mennyi időt bír ki egy út? Hát a magyar éghajlati viszonyokból adódóan mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy átlagosan egy olyan 15 évet bír, 15 év után már beavatkozásokat meg kell indítani, eszközölni kell, elkezd kátyusodni, az út tönkre megy, patkát kell cserélni, és ilyenkor vagy lokálisan, vagy nagy felületi beavatkozásokat kell csinálni. Ez mindig az útnak a tönkremenetelétől, műszaki állapotától függ. Hogy látja Tolna megyei útjai országos viszonylatban, milyennek számítanak? Nekünk az a tapasztalatunk, hogy aránylag országos viszonylathoz képest aránylag Tolna megyében jó utak vannak. Nyilván ezt az utazó közönség tudja megállapítani, aki járja az országot, és nagyobb rálátása van. A Magyar Közút az üzemeltet egy országos közúti adatbank nevű rendszert, ez az OKA rendszer, amiben az útállapotok rögzítve vannak. Tolna megyére elmondható, hogy átlagnál egy picivel jobb úthálózata van minőségre. Hogyan értesülnek a kátyúkról? Hogyan lehet ezeket megelőzni egyébként? Hát először is a kátyúnak a kialakulását kell ismerni. A kátyúsodásnak három csoportba soroljuk, hogy mitől alakul ki. A legfontosabb a kialakulásánál a téli időszak. Ugye a téli időszakban a nulla fok körüli váltásnál, ugye a plusz-minuszba a váltásnál, ahogy a résekbe befolyik a víz, megfagy és gyakorlatilag feltöri az aszfaltnak a felső részét, ebből alakul ki a kátyú. Zömébe a téli időszak, illetve a téli időszak végén alakulnak ki. A másik csoport az talán az útnak a teherbírás vesztéséből, illetve a túlsúlyos járműveknek a tönkre tételéből adódik. Nyilván ezt is vizsgálni kell, hiszen a kátyukat van, amikor ha egy-két kátyú alakul ki az út burkolatán, akkor lokálisan javítjuk, viszont ha az út szakaszába több szakasz tönkremenetele van, akkor nagy felületi burkolatjavításokat végzünk. A kátyút mi úgy értesülünk róla, hogy a mérnökségeinken, három mérnökség van a megyében, Szekszárdon, Tamásiba és Pakson, útellenőreink vannak. Jogszabályban, illetve előírás szerint megvan, hogy két naponta, hetente, milyen időszakonként kell bejárni az útszakaszt. Minden úthibát felvesz, nem csak a kátyút, tehát legyen patka, árok vagy forgalomtechnikai probléma. Ezt jelzik a mérnökségvezetőnek, illetve mérnökség, és akkor a munkatársak mennek ki és javítják. Illetve egy nagyon fontos, és ezt mindig meg is szoktuk köszönni, hogy a Magyar Közútnál országosan is az útinform, illetve itt a megyében is a diszpécser rendszer 0-24 órában működik. Erre szoktunk kapni bejelentést. És sok bejelentést kapna? A sok az mindig egy... Égnek a vonalak? Nem égnek a vonalak.
ha úgy kérdezi, akkor nem égnek a vonalak. Kapunk bejelentést, nyilván a bejelentés követő 24 órán belül meg szoktuk oldani a bejelentésből adódó, vagy a bejelentésre vonatkozó hibát. Mekkora a forrás áll rendelkezésre évente erre? A Magyar Közút az a magyar állam által biztosított büdzséből gazdálkodik. Megyei szinten mi üzemeltetés és fenntartásra, illetve saját feladataink ellátására közel 1,5 milliárdból gazdálkodunk, de ebben nincsenek benne az útfelújítás, az egyéb programokból származó, mint a település operatív program, vagy a Közép-Dunamenti térség fejlesztésből adódó források. Ez kizárólag csak az üzemeltetés. Önnek okozott-e már bosszúságot, kátyú, illetve volt-e már balesete, és mi történt pontosan? Hát balesetem szerencsére nem volt, kátyúba hajtottam, nyilván okozott, mert mind közlekedésbiztonságilag, mind közlekedés dinamikailag, közlekedés kényelmileg egy kátyú nem megfelelő, illetve látjuk, hogy azért az út állapotát azt tükrözi, hogy tönkre megy, illetve be kell avatkozni. Hát bosszankodtam, feljegyeztük, és a kollégák mentek és javították. Azonnal? Mindenhol megvan a rendelkezésre állási idő. Én nem élvezek prioritást azért, mert én velem történik valami. Ugyanúgy sorszámba vesszük, és ahogy a kollégák mennek, intézik és végzik a feladatukat. Szeret vagy egyébként vezetőként dolgozni? Elmondható, igen. Mióta dolgozik vezetőként? 20 éve. 20 éve vezetőként dolgozik, igen. Itt a Magyar Közút megkezdte a karrierjét, vagy mit tudhatunk erről? Hát én 97-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnök karán, általános építőmérnökként. Utána én voltam kivitelezésnél, magas építésben is dolgoztam, aztán dolgoztam az ország több területén, mélyépítésben, kivitelezésben is. Aztán jöttek olyan lehetőségek, mint tervezőként, ahogy dolgozhattam külföldre, Norvégiába, például vagy Skóciába, de valahogy mindig visszahúzott ide a sors, és itt Szekszárdon kötöttem ki. Hát ez lett volna a kérdésem, hogy kötött ki Szekszárdon a Norvégia után? Hát Norvégiában volt egy lehetőség, hogy kimentünk és inkább hazajöttünk, mert mi úgy ítéltük meg, hogy azért a magyar élet mégis jobb. Én azt gondolom amúgy az embernek az életéről, hogy jobb szétnézni a világba, mert akkor tudja értékelni, hogy milyen van és hogy tud élni. Mi az, ami hazahúzta a szívén kívül? Hát munka, család, lehetőségek, barátok. És az időjárás feltételezem, az időjárás, annyira nem volt barátságos. Igen. Rendben, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hát egyébként a fenntartható közlekedésről mit gondol. Gondolok itt akár itt a zöld autókról, járművekről, illetve azoknak a feltöltéséről. A közút hogyan tud ebből becsatlakozni? Hát úgy szólván ez a hangzatos, ez az e-mobilitás témakör, ugye. Nyilván az e-mobilitásnak az elsődleges szemszöge a infrastruktúra, az információ áramlás, illetve az elektronika és az azonnali adatáramlás. Most nyilván az, hogy az országos közúthoz, egy útburkolathoz, vagy egy meglévő útszakasz, hogy ez hogy kapcsolódik, ezt mindig kétséggel, illetve úgy felkérdőjártó jellel, vagy kérdőjellel nézzük. De könnyen összekapcsolható, hiszen egy közlekedőnek a ideje, illetve a közlekedés biztonság, azt gondoljuk, az a legfontosabb. Az idő az azért, hogy minél hamarabb, minél problémamentesen jusson el A-ból B pontba. Ebből kifolyólag az információ, hogy azon az útszakaszon milyenek az útviszonyok, történt-e baleset, hogy lehet közlekedni, bármi információt azonnal, ha megkap, akár egy mobil applikációra, alkalmazáson, vagy az útinfontól, vagy a diszpécserbe rendszerhez betelefonálva, már tudja, hogy melyik útvonalat válassza. Illetve, ami nagyon fontos, hogy több helyen már épül ki, ugye, akár autópályák, akár a főutakon az elektronikus távjelzőrendszer, ami mutatják, hogy úton folyó munka, baleset történt, vagy torlódások történnek. Én azt gondolom, ez az elsődleges.
A másodlagos nyilván, mivel jelennek meg most már az alternatív hajtású gépjárműek, ugye az elektromos autók, azoknak is ki kell építeni a töltőállomásokat, és ebbe a Magyar Közút szervesen belefolyik, hogy hol legyenek, hol célszerű, melyik útnak milyen a kihasználtsága, illetve a forgalom nagysága, és ennek megfelelően kerüljenek kiépítésre. Önnek milyen autója van? Elektromos autója van esetleg? Nekem nem, nekem dízel, hagyományos dízel. Szeretne esetleg későbbiekben áttérni? Én azt gondolom, mivel én szeretem a környezetet és óvjuk, hogy nem lesz kérdés, hogy át fogunk térni. Nem lesz kérdés. Térjünk vissza a karrier útjára, mert elkanyarodtunk itt Norvégia meg a fenntartható közlekedés irányába, hogy hogyan is került a közúthoz. Ahogy említettem, korábban ugye dolgoztam kivitelezés, magas mélyépítésbe, aztán utána tervezőként, mint magántervezőként dolgoztam, és volt szerencsém egy évre az Ady Endre szakközépiskolába, mint szakmai tanár tanítani. Kellemes élményekkel, jó kollégák voltak, és egy élmény volt így az iskolába visszakerülni. Mai napig egy kellemes gondolataim vannak ezzel kapcsolatban. És ezt követően én a közlekedési hatóság, most már kormányhivatal közlekedési főosztályán kezdtem el dolgozni az útügyi területen. Aztán, ahogy változott ott a rendszer, illetve átszervezték, hozzám került a járműterület is, illetve több rétű feladataink lettek. Ott töltöttem el közel 10 évet, majd 2015. január 1-jével nyertem el ezt a pozíciót, és azóta töltöm be ezt a feladatot. Mindig is ilyen karrierről elmondodod? Így gyerekként is mérnök szeretett volna lenni? Vagy mikor határoztál? Hát a családi közegünk azért ez meghatározó, hogy milyen pályát választunk. Én azt gondolom, igen, hogy a szülőknek az iránymutatás az mindig meghatározó egy gyerek életébe. Ugyanúgy nálam is az volt, hiszen édesapám is mérnök vonalon, műszaki vonalon dolgozott, édesanyám ő pénzügyi vonalon dolgozott, illetve a bátyám is műszaki vonalon, ő is mérnök. Tehát én fogalmazhatok úgy, hogy gyerekkorom óta én szerettem rajzolni, szerettem az épületeket, szerettem a mérnöki dolgokat, hogy én ebbe az irányba mentem mindig. Középiskolába Pécsre, a Pollák Mihály építőipari szakközépiskolába kerültem. Ott volt egy lehetőség utána, hogy én építész vagy építőmérnöknek jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, aztán végül is a sors úgy hozta, hogy építőmérnök lettem, amit azt kell mondanom, nem bánok, mert az építőmérnöki szakma az én habitusomhoz közelebb áll, hiszen több rétű. Tehát itt lehet tudunk foglalkozni statikával, utakkal, hidakkal, tehát a mérnöki területnek azon részével, ami gyakorlatilag a műszaki palettát lefedi. Igen, de említette ugye, hogy nem vesz részt a tervezésben, mert nem is vehet részt, illetve hát a munkájának a nagy részét ugye koordináció teszi ki. Hát itt azért emberekkel kell együtt dolgozni, az mennyire áll önhöz közel, távol, milyen vezetőnek tartja magát, mert hát ez egy teljesen más terület. Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Közútnál megyei szinten három szakterületünk van, ami a szakmával foglalkozik. Az egyik ugye az útüzemeltetés fenntartás, amire gyakorlatilag ráépül a Magyar Közút tevékenysége, illetve ez kapcsolódik a forgalomtechnikai szakterület. Itt ugye engedélyek, forgalmászok vannak, és a forgalomtechnikát a szabályozó munkakörökkel kell ellátni ezt a feladatot, illetve a harmadik szakterület pedig a fejlesztés és felújítási osztály. Nyilván itt a Magyar Közútnál azt meg kell jegyezni, hogy elvégezzük a fejlesztés és felújítási munkákat, de itt mi kizárólag a meglévő országos közutaknak a felújítását végezzük. A új utak építését, tervezését azt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT végzi. Nyilván, amikor ők elvégezték, akkor átkerül hozzánk üzemeltetésre. És
itt van gyakorlatilag lehetőségem, illetve lehetőségünk arra, hogy én minden szakterületbe kicsit belelássak, kicsit foglalkozzak, hiszen kell üzemeltetnünk, kell a fejlesztésnél terveznünk, ki kell menni megnézni az utakat, illetve kivitelezőkkel egyeztetni, és ugyanez a forgalmász területen az utaknak a terveit átnézni, forgalomtechnikát véleményezni, illetve engedélyeket kiadni. Kicsit azért az utolsó kérdésem az lenne, hogy kicsit érjünk ki a szabad idejére, hogy ezt mivel tölti szívesen, illetve az előbb megemlítette, hogy a zene közel áll önhöz. Igen, hát a feleségemmel mi szeretjük a zenét, illetve szeretünk kirándulni, szeretünk túrázni. Sokszor csináljuk azt, hogy hétvégén, ha van egy-két szabad időnk, egy-két órás szabad időnk, akkor felhúzzuk a túrabakancsot, és akkor járjuk itt a környéket, bár most ez a pandémiás időszak, ez pontosan hozzájárult ahhoz, hogy sokat lehessen kirándulni és bejárjuk a környéket, illetve sokat szoktunk kirándulni az országba, és elmegyünk megnézzünk településeket, városokat, kiránduló helyeket. Van esetleg már lefoglalt koncertjük, amit mi szívesen megnéznének? Nincsen. Jelenleg nincsen. Remek. Köszönöm szépen a beszélgetést Bece Szabolcsnak. Viszontlátásra!